Sziasztok! Következő előadásunkat Sziteknek ajánljuk megtekintésre, ugyanis egy Szit nagyurat fogunk nagyúrrá változtatni. Előadásunk címe Átalakulás haladó alakváltóknak, az előadó pedig nem más, mint Egri Noémi. Sziasztok! Unicorn Teori vagyok, és igen, az előadásom címe ugye alakváltóknak szól. Ez kicsit ilyen hajnali órákban jutott eszembe előadás cím. Gyanánt, igazából annyi a lényege, hogy sminkelésről fogok beszélni. Olyan sminkelésről, ami már egy kicsit magasabb szintű, mint például, amiről tegnap beszéltem. A lényeg igazából annyi, hogy picit belemegyek így a special effectekbe, illetve hogy milyen termékeket használnak a filmeknél inkább, illetve hogyan tudtok esetleg, mint például ugye a Sziteknek nagyon sokszor tetovált a fejük, nagyon sok karakter van, akik így a cosplayes világban, akiknek van valamilyen tetoválásuk, de félig fedi a ruha, vagy teljesen fedi a ruha, és csak akkor látszik, hogyha ő azt megmutatja. És emiatt nem tudsz bizonyos termékeket használni, de azt lehet, mert az olyan. És igazából annyi a lényeg, hogy nagyon sokféle képet, jó, kezdjük akkor tetkóval. Nagyon sokféle képen lehet tetoválást csinálni, amiket nyugodtan dörzsölhetsz, és nem fognak elmosódni. Az egyik, ami mondjuk egy ilyen kétnapos konon, vagy valamilyen hasonló rendezvényen vagy kint, és igazából tehát mind a két nap ugyanaz vagy, akkor igazából érdemesebb egy fekete hennával megcsinálni, mert akkor nem kell mindkét nap megcsinálnod, és nyugodtan lefürödhetsz az első nap után, nem fogod elmosni a kész terméket. Fekete hennát hobbiboltba lehet kapni úgy is, hogy porállakban, és ha jól emlékszem, eukaliptuszolajjal és kókuszolajjal kell kikeverni, de itt Anita bólogat is, úgyhogy igen, jól emlékszem. De lehet kapni egy kis tégelybe, és kb. Olyan, mint egy ilyen jobb minőségű üvegfesték, tehát hogy akkora a kiszerelés, kb. Egy ekkora a kiszerelése. Lecsavarod, fekete, olyan, mint egy tinta, és ecsettel nyugodtan föl lehet rajzolni, nagyon szép, és ugye rajtad marad egy elég sokáig, tehát hogy talán egy két-három hétig rajtad marad, tehát akkor még tudod viselni egy kis ideig. Másik dolog, amivel én szeretem használni, snezerú festékek, nagyon jó minőségiek, és egy kicsike puderrel fixálva nagyon jól ott maradnak a helyükön. Ezeket hobbiboltban, maszkánál is lehet kapni, krajalomban nagyon sok helyen lehet kapni. Ezek ilyen kis kb. Ilyen tenyérméretű nagyságú korongok, és nagyon szép pigmentált testfestékek. Nagyon kevés víz kell hozzá, és nagyon szép, tényleg pigmentáltak. Nem az lesz, hogy egy világos színén mondjuk átüt, vagy 8 réteg kell rá, és akkor utána lepereg. Tehát azok tényleg nagyon jó minőségűek. Harmadik kategória, aminek mindig elfelejtem a nevét, de igazából ez nem is lényeges, mert horror ála van. Ezeket a filmeknél szokták használni. Star Warsnál is ugye vannak olyan karakterek, akiknek színes a bőre a rapjáraton, illetve például, amit most fogok majd sminkelni egy karaktert, őt, a Yondut fogom megcsinálni a Galaxis őrzőiből, tavaszi mondokonra, és nem rajtam, hanem valakit kisminkelek, és neki fogom használni majd ezt a festéket. Ez egy
filmeknél is ugyanezt a festéket használják, elmondom miért, mert vízzel nem oldódik, tehát nyugodtan bedobhatják őt a vízbe, a jelenet során nyugodtan eshet az eső, nyugodtan történhet konkrétan bármi, mert nem oldódik le az emberkéről, nem az van, hogy leizzadja, vagy három percenként kell menni a sminkesnek és igazgatnia, vagy újra kell venni egy tök jó jelenetet, ami rohadt jó lett minden, csak rohadt szar lesz a smink, mert elmosódott, vagy valami. Amit ugye később visual effektek biztos meg lehet csinálni, nem értek hozzá, de azért mégiscsak az egy nagyobb munka, és akkor újra kell venni. Tehát ezt kb. Egy ilyen ekkora tubusban lehet kapni, és tényleg ezt szerintem Magyarországon nem is lehet kapni. Én is még nem rendeltem meg, én külföldre fogom rendelni, de még nem rendeltem meg. Hát egy nagyon jó tényleg, tehát hogy azt nyugodtan lehet dörzsölni, ugye nagyon sokféle színben van, nekem ugye majd a Yondu-hoz majd kékkel, de hát hogy tényleg feketébe is lehet kapni, és azzal tényleg nyugodtan föl lehet ilyen tetkókat is rajzolni, mert egyszerűen ott marad, és leoldása pedig úgy történik, folyékony szappan, dörzsi, és amikor már látod, hogy a folyékony szappan megoldotta az anyagot, akkor lehet meleg langyos vízzel lemosni. Nagyon hatékony, és igazából hogyha tényleg profi szinten csinálod, akkor meg is éri. Tehát, ha mondjuk van egy mindig Darth Mault cosplayelsz, akkor teljesen megéri venni egy ilyet, mert akkor egész nap rajtad van, és többször tényleg ki fogod használni azt az üvegcsétnyi tartalmú festéket. Igen. Ezek mellett lehet nyugodtan használni szemhéjtust, amit lehet kapni drogériától kezdve nagyon sok helyen. Férfi embereknek általában és a filces tust szoktam javasolni, mert ez tényleg az, amit egy filc, csak mégis smink, mert azzal könnyebben tudnak dolgozni, mint mondjuk egy gél ecset kombinációval. Aztán mit tudok még ilyet mondani? Igazából ami tetkó, az kb. Ennyi, tehát azokat ezekkel tudod csinálni. Olyan, hogy például csináltam a Supernatural című sorozatban, van egy olyan, hogy Káinnak a jele, itt van az alkarján a szereplőnknek, és ez olyan, mintha így belebillogozták volna. Ezt a jelet úgy lehet elkészíteni, például, hogy szájceruza, kellő színben, ez a jó kis hús színben, felrajzolom a kis mintámat, majd ezt a kollódium nevezetű, kb. Ekkora ilyen ecsetes kis gélt ráhúzom, hagyom, hogy megszáradjon, és ennek az a tulajdonság ennek a kollódiumnak, hogy ez így összehúzza. Tehát, hogyha például van egy seb itt keresztbe az arcán valakinek, akkor azt is ugyanúgy a húszszínű ceruzával megrajzolva, illetve rámenni kollódiummal utána, és minél több réteget raksz rá, tehát megszárad, utána megint réteg, megint megszárad, megint réteg. Tehát 3-4 rétegnél már lehet olyan hatást elérni, hogy ez tényleg egy mély vágás volt régebben, de most már behegesedett. Ennek annyi a hátulütője, hogy ezt minden egyes alkalommal le kell mattítani, illetve hogyha olyan helyre teszed, például itt teljesen keresztbe az arcodon, ahogy beszélsz, mozogsz egy kicsit, úgy húzódni fog, és nagy valószínűséggel itt az alján elkezd majd ugye fölpöndörödni, de ez elég sok idő, de hogyha figyelsz arra, hogy ne artikulálj annyira, akkor teljesen jó. Olyat akartam még nektek mondani, hogy miket ne csináljunk. Nagyon népszerű ragasztóanyag a spirit gum. Sajnos nagyon sokan nem megfelelően használják a spirit gumot, és egyrészt, mert nem tudják, hogy kell használni, másrészt meg úgy vannak vele, hogy jó, így kéne, de ki vagy nekem, és én vagyok a rebel, és majd én úgy csinálom, ahogy nekem. Na most a spirit gumnál ez nem játék, mert a spirit gum az komoly égési sérüléseket tud okozni, hogyha ezt nem megfelelően távolítjuk el.
Tehát spirit gumot szoktunk használni bajusz, szakáragasztáskor, hogyha valakinek egy égkő van a fején, akár hogyha valakinek csillámkönnyű, ilyeneken szoktunk csinálni, szarvakat azzal szoktunk felragasztani ide a homlokra, lészfrontos ezeket az extra jó minőségű parókákat, amiknek ilyen vékony az eleje, és ugye itt ilyen hálós az eleje, ugye annak van egy ilyen plusz része, ami ilyen hálós szintén. Ugye ezt levágjuk, és ide kell ragasztani a spirit gumma, és akkor még inkább olyan, mint hogyha tényleg a saját hajad lenne. Viszont ugye nagyon sokan letépik csak utána, és hát ez nem. Egyrészt nagyon fájdalmas, de úgy vannak vele, hogy hát ezt nem lehet másként. Másrészt viszont de lehet másként, mert hogy általában ahol spirit gumot lehet kapni, ott ajánlják, hogy van-e hozzád leoldód. Tehát, hogy van-e otthon, vagy kérsz, mert hogy van olyan, hogy ilyen duóban árulják őket, mert hogy igen, ehhez van egy leoldó, ami tehát rákened, és lejön. Tehát, hogy és akkor nem égeti meg az arcocskádat, és akkor nem lesz bajod belőle, meg nem is fáj. Tehát, hogy így miért nem? Népszerű ragasztóanyag még a latex, folyékony latex. Én a Krajelembe szoktam venni ilyen rohadt nagy mennyiségben, van is nálam. Ebben a táskában minden van. Azt mondja, hogy... megvan. Tehát egy ilyen ekkora 250 ml-es verzióba szoktam venni. Eszméletlenül büdös szerintem. Tehát, hogy megszagoljuk, akkor eléggé büdös, de ha megszárad, akkor ugye szagtalan. Nagyon jó szerintem, tehát én szeretek latexet használni. Arra figyelni kell, latexet használunk a használat előtt, ide a csukló részre, ide a belső csukló részre, mindenképpen tegyünk egy kicsit, hagyjuk megszáradni, és mászkáljunk a lakásban, itt legalább egy ilyen 5-6 órát, minimum, de hogyha úgy van, akkor egy 24 óra a legjobb. Ez allergiavizsgálat, mert a latex az allergén anyag. És hogyha nem kezd el viszketni, nem kezd el kipirosodni, meg semmi, akkor tök jó, mert akkor nincsen latex allergiád, és akkor tudod használni. Ha van latex allergiád, akkor az nem jó. Akkor nyilván ugye nem tudsz latexes sminkeket csinálni, de ugye most nem mennék, vagy belemenjek a nagyon maszkba, vagy annyira ne, mert az kicsit nagyon elhúzódik. Mindegy, emellett nagyon sok más ragasztóanyag van. Ha nem akarsz most spirit gumot venni, mert félsz, hogy béna vagy, és nem tudom. És mondjuk latex allergiád van, tehát latexet se tudsz ragasztani. Van egy harmadik, ami ilyen nagyon népszerű, az ilyen nagyon drága, meg nagyon speckókat most nem mondom. Az pedig rohadt egyszerűen a műszempilla ragasztó. És persze, hogy van nálam. Tehát ugye ekkora, ilyen kis... Jaj, de jó, zoom. Nagyon jó. Ez mondjuk pont nem jó nekünk most, mert ez egy sötét színű, de egy fekete fajtában lehet kapni, illetve a clear a tisztában, amiben... Nincsen színe. Nincsen színével nyugodtan lehet ragasztani követ ide a fejedre, szarvacskát. Mondjuk nem olyan nagyot, mint például a spirit gummal, de lehet azt is. És akkor ezzel lehet kísérletezni, mert ez egy teljesen jó, ugyanolyan ragasztó. És könnyebben lejön, mert ugye a szempillát is, ugye, hogy leszedjük, azt se tépi le. Tehát, hogy... ez egy barátságosabb, mint... Tehát, hogy a kezdő vagy abban, hogy nem akarsz spirit gumot használni, mert az alapján, hogy elmondtam, félsz, hogy leégeted magad, meg mi van, hogyha nem veszel hozzá removert, vagy mi van, hogyha bénázol, akkor nyugodtan kísérletezzél ezzel, a kis ragasztóval, mert eléggé egyszerű használni, és jó dolog. Másik dolog, amit akartam mondani, hogy paróka sapkát... nem a parókos sapkát, kopasz sapkát, hogyan applikálunk. Kopasz sapkát minden esetben úgy applikálunk, hogyha valakinek nagyon hosszú haja van, nem gyűrjük föl, meg hasonló,
Tehát, hogyha valakinek nagyon-nagyon hosszú haja van, akkor ott el kell dolgozni. Tehát, hogy vagy úgy, hogy a kosztüm odáig ér, ahol a paróka sapka véget ér, vagy azt úgy el kell dolgozni, meg el kell ügyeskedni. Most ebben nem mennék bele, hogy hogyan, mert eléggé sok idő, amíg azt ott elügyesgeted. De igen, kopasz sapka alá sosem rakunk semmilyen tűt, vagy csipeszt, vagy bármit, mert ugye átüt rajta. Kétféle kopasz sapkát lehet kapni, a legnépszerűbb az a latex sapka, vagy úgy, mint a Petinek is van, hát le kell tolni a hajat, ennyi. A latex sapka az lehet kapni tisztábban is, ami átlátszó, ilyen nagyjából átlátszó, illetve lehet olyat is kapni, aminek konkrétan itt a homloktól kezdődően, pont az a rész, ahol a haj lenne, az meg van színezve egy bőrszínnel, tehát már nem fog átütni, hogyha valakinek nagyon sötét haja van alatta. Mert az átlátszónál át fog ütni. De ha mondjuk azt alapjáraton majd beszínezem, mint például én majd a Yondu-val kékre, akkor annak nincsen szükségem most egy színezett latex sapkát venni, mert teljesen jó, mert úgyis le fogom festeni. Latex sapka, vagy kopasz sapkát hogyan applikálunk? Ugye fogom, zselé, nagyon sok, bedörzsizem a hajába. Most mondjuk azt, hogy fiúnak csinálom, jó? Bedörzsizem itt teljesen a hajába, és fogom, és ezzel a nagyon vékony, nagyon sűrű szálló fésűvel fogom, és hátranyalom konkrétan az egészet. Hagyom, hogy megszáradjon teljesen, és utána fogom majd föltenni, úgyhogy ő megfogja nekem itt az elejét, és úgy applikálom föl neki hátulra. Ha ez megvolt, ugye akkor stabilan ott van, de ugye még mindig a füle például nem látszik ki, hasonló dolgok. Tehát fogom, és ugye körbe kell metszenem ott, hogy neki meddig érjen meg hasonló. Nagyon vigyázni kell, fülnél, amikor vágunk, vigyázzatok, nagyon picit kell vágni. Tehát, hogy általában én azt szoktam javasolni, hogy itt a fülnek itt ez a dobhártyás résznél, tehát vagy nem tudom, fogalma nincs, hogy hívják résznél, lyukasztunk egyet, és onnan tágítjuk ki, és tesszük rá a fülre, és utána itt alul lemetszük. De ezt csak akkor metszem már el, hogyha két oldalát oda ragasztottam. Ugyanígy spirit gummal lehet ragasztani, de vannak a drágább verziók. Hogyha például olyat csináltok, mint például nekem majd a Yondu, lehet, hogy csinálok arról valami videót, és vagy timelapse-t, vagy nem tudom én, tehát oda akril sapka kell. Miért? Azért, mert Yondunak, ugye mivel színezem, a kék nagyon ki fogja adni azt, hogy igen, ott a latexnél ott egy szintkülönbség van, vagy ott egy tényleg valami ilyen kis apróság, és az akril sapka az nagyon jó, mert az acetonnal oldódik. Miért jó ez nekem? Azért jó, mert ugyanígy felaplikálom zselével előtte, hátranyaltam a hajat, felaplikáljuk, és elkezdem beragasztani. Beragasztottam a hajat, ugye húzom, és úgy ragasztom be, hogy feszes legyen. Beragasztottam körbe, de van olyan kis feszni, ami ott ugye ficágott a szélén. Fogom, fültisztítópálcika, acetom, és ilyen sodró mozdulatokkal föntről lefelé lesodrom, és konkrétan leoldom azt, ami nem kell. Miért jó ez? Mert teljesen szinte nulla átmenet lesz. Tehát egy szépen, gyönyörűen, olyan, mint hogyha tényleg kopasz lenne valami illető, és itt is szintén jó, amikor a fülnél csináljuk, hogy ott is nem kell annyit vesződni az ollóval, meg hasonló. És akkor én kb. Ennyit szerettem volna mondani, és most fölhívom Fábián Pétert a színpadra, a Sith nagyurat, hogy akkor essünk neki annak a Darth Bane-nek. És hát aki látta a tegnapi előadást, annak most nem fogom elmondani, aki nem látta, akkor Facebook theunicorntheory.com és ott fönt van a live, most is megy éppen. Hello, sziasztok! Igen, és akkor elkezdem egy alapozást csinálni a Petin,
és nagyon keveset fogok beszélni, mert tegnap már nagyon sokat beszéltem, de ha van kérdés, nyugodtan put your hands up, és válaszolok. Ugye tegnap említettem ezt az ecsetet, amivel most applikálok. Ez egy olyan ecset, hogy férfiaknál nagyon jó, mert ide a szőrbe is bele tudok menni. Petinek ez tetszik. Szőrbe is bele tudok menni, és szépen el lehet dolgozni, nem lesz annyira smink hatása. A segítségeim vannak, olyan jó! Fontos, amúgy most azt csinálom, hogy Petinek itt a feje nagyon, nagyon megizzadt, amíg várakozott, meg gondolom nem egy hűvös viselet ez a szítruha. Fontos, hogy mielőtt alapozót felteszem neki, Nem azzal próbálom meg elitatni az izzadságot, hanem előbb zsepivel elitatom, és akkor utána lealapozom. Ugye mivel Peti ugye kopasz, illetve hogyha nem lenne kopasz, akkor is sapkát viselne, ezt a kopasz sapkát, eldolgozom úgy az alapozót, hogy átmenet legyen az arca, és ugye tehát nem állok meg, ahol a haja lenne. Mivel ugye Darth Bane-nek egy ilyen háromszög fönt és háromszög lent alapú tetkó arca, sminkje, történet van az arcán elhelyezve. Ezért fontos, hogy leprepeláljam a szemét, mert ugye azt a területet, ahova ezt fogom kenni, mert nem szeretném, hogyha ez elmászna. Ez a Makeup Revolution-nek egy nagyon jó vízalapú eye primerje, amit én imádok. Aqua Seal az a neve. Thank you.
és ameddig ennek meg kell száradnia, és ameddig ez szárad, itt van, addig egy kis lila, lila színű loose powderrel fogom fixálni a Petinek az arcát. Azért lila, hogy ne legyen fáradt hatás az arcának. De mit a fáradt lennél? Azért tettem ide Petinek a, a feje tetejére is egy kicsit, mivel ugye ez egy színezett púder, nem egy átlátszó púder, amit ugye a fehér állagú, ami nem fog színt hagyni, és nem akarom, hogy szintén megmaradjon a nyoma, hogy hol kezdődik az arca, és honnan van a feje teteje. Nagyon jó, és most elérkeztem oda, hogy meg fogom rajzolni az alapját ennek a háromszögnek. Ehhez én ezt a gélállagú szemöldök gélt fogom használni, amit franc tudja már honnan szereztem, már lekopott róla a felirat egyik oldalán, úgyhogy az a neve, hogy Minisztár talán. Nem tudom honnan szeretem, nagyon szeretem, mert konkrétan, ahogyha nem mosom le rendesen a sminkemet este, akkor másnap is még, tehát hogy nem megyek bele a szemöldökömbe, vagy a szőrök közé, akkor így teljesen másnap is csak épp, hogy csak igazgatni kell, úgyhogy ilyen lusta embereknek ezt ajánlom. Thank you.
és megrajzoltam az egy a körvonalát, hogy nagyjából egyforma legyen, akkor az oldalára, ugye neki nem konkrétan ilyen éles határokkal van ez megrajzolva, vagy föl applikálva az arcára, akárhogy is csinálták, és akárminek is szedtek, hanem olyan, mintha így el lenne mosva. Tehát ezt próbálom majd most megcsinálni, és utána az egészet pedig ki fogom tölteni egy nagyon erős fekete puderre. Hogyha erre példát kértek, hogy én például most a Kylie Jennernek fogom majd a bronzpalettát használni az obszidián színt belőle, mert számomra jelen pillanatban ez a legfeketébb fekete személypuder, amit kaptam. Illetve a MAC-nek van még egy nagyon jó fekete színe, ami szintén személypuder. Én nem szeretem annyira a MAC-et, úgyhogy én azt még nem próbáltam ki, de ki fogom majd. Nagyon hülyén néz ki a kamerán, nem így néz ki élőben. Figyelek közben amúgy arra, hogy bár Peti épp most múlt még csak 18, de a bölcsesség jeleit már magán viseli. És figyelek arra, hogy a ráncokból ne ragadjam meg a festék, mert most nem az a lényeg, hogy kort
reprezentáljunk, hanem az a lényeg, hogy ez egy testfesték neki, vagy tetkó.
próbálom így a széleit, meg igazából az egészet, a kép, ami alapján dolgozok, itt van a fejemben, kép, ami alapján dolgozom, az nagyon ilyen foltos volt, nagyon olyan volt, mint hogyha tényleg az csak így fölkenték volna egy újjal kb. Ezért próbálom ezt a hatást elérni a feketékkel. Ezért is váltottam színt, hogy még inkább ez a nem egyenlő fekete hatása legyen.
most, hogy már engedelmeskedett mind a két oldal, és úgy néz ki szerintem, ahogy a képen is volt, még annyit fogok csinálni a Petinél, hogy a személynél kicsit ilyen, mint ahogy kalózos filmekben, meg az ilyen emósok, meg ilyesmi, tehát ott fogok sötétíteni a szemém, illetve hülyén hangzik, de szempillaspirált fog kapni, de olyan szempillaspirált, hogy épp, hogy csak megszínezze a szempilláit egy kicsit, hogy ne szőkék legyenek, mert ahogy most látom, ránézek, szőkék, és azok ugye kitűnik a hatalmas feketességben. Nem hagyhattam ki. Készen is vagyunk. Ugye a szempillaspirálnál annyit csináltam. Nyugodtan mutasd meg magad. A szempillaspirálnál annyit csináltam, hogy ugye nagyon lehúzogattam a spirálról ugye a festékeket, és utána pedig miután épp csak egy lehelletnyit föltettem, és utána egy ilyen tiszta ecsettel fogtam, és lehúztam a maradékot, ami rajta van. Ezáltal sötét, de nem olyan sötét, mint ő. Csak, hogy így a sötét erővel befejezzük. Van-e esetleg kérdés? Ja. Ha valaki szeretné az előző előadásomat megnézni, vagy ezt újra megnézni, akkor The Unicorn Theory a Facebookon, és köszönöm szépen a figyelmet! Várjatok, még itt maradok 30 másodpercig.